Az egy héten át tartó könyvtári napok alatt a megye és a város számtalan érdekes rendezvénnyel, programmal várja az érdeklődőket. Ezek között szerepelnek író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, gyermekfoglalkozások és vetélkedők. A rendezvényeken kívül rendkívüli nyitvatartással, ingyenes beiratkozással és amnestia héttel várják az érdeklődőket október 2. és 8. között. A részletekről Tomaszowski Anita, a Móricz Zsigmond megyei és város könyvtárigazgatója beszélt. A városban 40 rendezvényt szervezünk, kiemelten odafigyelünk a belváros mellett a város külterületeire is, ugye ezzel is az esélyegyenlőséget tartva szem előtt, így a fiók könyvtárainkat idén még aktívabban kapcsoltuk be az Országos Könyvtári Napok program sorozataiba. A megyében 22 nyilvános könyvtár csatlakozott, ott összesen 94 programot szerveznek meg a kollégáink. A megyei hatókörű városi könyvtárként ellátjuk a könyvtárellátási szolgáltató rendszer keretében 177 települést. Ide több mint 330 rendezvényt rendezünk, beleértve a 27 könyvtárbusszal ellátott kis településeket is, több mint 190 író-olvasó találkozó, zenés, irodalmi programok, könyvbemutatók, interaktív könyves játékok, irodalmi vetélkedők várják az érdeklődőket. A 2017-es könyvtári napok tematikája kiváló alkalom a sokszínűség bemutatására. A könyvtárakon keresztül információk, hasznos tudásanyagok, népszerű előadások és programok jutnak el a város és a megye lakosaihoz. A rendezvény előtérbe helyezi az esélyegyenlőséget, ezáltal kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetben élők számára is. Urich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, hogy a program fontos célja az is, hogy a város külső területein élők is ugyanolyan szolgáltatásban részesüljenek, mint a Nyíregyházán élők. A könyvtárnak 177 településsel van szerződése, amely azt jelenti, hogy a KSR szolgáltatáson vagy rendszeren belül 177 helyre juttatja el azokat a szolgáltatásokat, amelyeket itt kínál a nyíregyháziaknak. Ez ugye törvényi kötelezettségük is, a város lehetőséget teremt arra, hogy különböző eszközökkel, a felhasználható forrásokkal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, vagy a Nyíregyházának a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is ugyanazok a minőségű szolgáltatások jussanak el mindenkihez, amelyek itt ebben a nagyvárosban, Nyíregyházán is megilleti őket. Az idei országos könyvtári napokra október 2. és 8. között várják az érdeklődőket a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár különböző helyszínein.